Nagyon sok szeretettel köszöntöm Harsányi Gábort itt a Rádió C stúdiójába. Köszönöm ezt a kedves meghívást. Tulajdonképpen a 70-es évek zenéjét halljuk. A 70-es évek, amelyek számomra nagyon-nagyon kedvesek, hiszen a 70-es években játszottam az életem igazán nagy film és tévészerepeit. A 70-es években voltam Viktor Edman görög diplomata a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című filmből, vagy voltam Láng Vincse Csisztedettel az Egy óra múlva itt vagyok sorozatból, vagy a 70-es években voltam Palacsintás király, Néru a véres kört, Arturó, és sorolhatnám, ez csodálatos korszak volt egészen 80-85-ig. Említette azt a két nagyon híres filmet, ugye egyik egy sorozat, mondjuk inkább mondjuk úgy filmsorozat, az Egy óra múlva itt vagyok, illetve a Jó estét nyár, estét szerelem, hogy azt hiszem, hogy kevés színésznek adatik meg, hogy ilyen sokféleképpen meg tudjon nyilvánulni, hogy ilyen sokfajta zsánérű szerepet kapjon. Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ez Amerikában például szinte elképzelhetetlen, hogy sokkal inkább be vannak skatujázva, én úgy látom, természetesen nem hozzáértőként, csak filmkedvelőként, hogy ott sokkal inkább le vannak osztva a karakterek, és azt hiszem, hogy én úgy veszem észre, hogy talán Magyarországon mi is talán ebbe az irányba haladunk, de minden esetre az ön pályafutásával ez fantasztikus, mert gyakorlatilag amit színész eljátszhat zsánerben, karakterben, azt ön eljátszott. Ugye a humoros filmtől az egészen drámaiig, a Jó estét nyár, Jó estét szerelem. Hát ez életem árszpolitikája, és tulajdonképpen, hogy én hiszek abban, hogy egy színésznek a végletektől a végletekig kell tudni játszani. Tehát egy színésznek el kell tudni játszani a legkönnyebb varieté műfajon keresztül, a legnehezebb drámai monológon át mindent. Na most hát eddigi pályafutásomat mondjuk úgy igyekeztem irányítani, már amennyire ezt egy színész irányítani tudja, hogy itt a két véglet között tudjak mozogni. És ez nagyon nagy örömömre szolgált. Hiszen amikor Burleszket játszottunk a Telepódiumon, illetve Telepódium című tévéfilmben, akkor ugyanakkor a Tália, illetve a Nemzeti Színpadám Arturóit játszottam, vagy Sartre-t játszottam, vagy Hohútot játszottam, vagy Őrként játszottam, tehát mindig megvolt ez a kettőség a két véglet között, és ez nagyon-nagyon kellemes. Ez kondícióba tartja a művészt, a színészt lelki és fizikai kondícióba. Természetesen van olyan is, amikor az ember beskatujázzák, olyan is van, de én azt hiszem, hogy egy olyan művészember, aki megpróbál gazdálkodni a képességével, azért erre valamelyest odafigyel. Ugye említettük az Egy óra múlva itt vagyok című sorozatot, ez azért egyébként szerintem egy nagyon érdekes sorozat, és az mutatja, hogy a színészi kvalitásnak milyen nagy szerepe van egy műben, hogy tulajdonképpen a történetet tekintve nyilvánvalóan ezt ugye most ismételték a tévében, tehát tulajdonképpen a történetet tekintve nyilvánvalóan az ember sokszor megmosolyogja, hiszen egy teljesen más, hogy mondjam, történelmi hozzáállással készült az a film, mint hogy esetleg mondjuk azt az időszakot, amiről szól, ugye ez a második világháború környéke, ahogy esetleg ma látjuk, és ez abszolút nem zavaró, mert annyira jó fordulatos a történet, és olyan jó színészi játékokat láthatunk, hogy ki a fenét érdekel, hogy adott esetben a történetben esetleg valamilyen megmosolyogható fordulat van a mai szemmel. Sőt, emlékszem, hogy még egy olyan történet is aztán későbbiekben elhangzott, hogy az a forgatáson is például olyan érdekes dolgok voltak, hogy ugye volt a Katica úr, és ebből ugye aztán ilyen szállóigék lettek, hogy tetszik lenni a Katica úrnak, és a több, hogy volt valami pofon, ha jól emléksz, ami igen, nagyon élethűre sikerült, ugye, hogy Vallató volt, aki önt rendszeresen verte a filmben. Igen, hát ezt többször és sokszor elmondtam már. Tulajdonképpen itt arról van szó, ugye, hogy abban az időben hát a pofonok, ugye, azok rendesen elcsattantak, mert ugye hát a premier plán miatt bizony meg kellett ütni a másikat rendesen, és hát a probléma az volt ugye, hogy a Katica úrnak akkora hatalmas lapát tenyere volt, hogy iszonyatos pofont tudott adni,
És hát mivel ugye a felvételt mindig ismételni kellett, újra meg újra, hát lassan ugye bedagadt az arcom, egyre nagyobb lett. A végén már a kórházba kötöttem ki egy nagy kék folttal a szemem alatt, és jött a rendező, meg a Katica is mondta, hogy hát ez nagyszerű, Gavikám, ez jó, így de jó, fölvesszük még egyszer, hát a jobban sikerül. Úgyhogy igen, hát ilyenek bizony voltak. Egyébként erre vannak technikák, hogy hogyan lehet úgy nagy pofont adni, hogy azért lehetőleg nagyon fájjon a másik színésznek egy ilyen? Vannak, persze, sőt, ezt a színművészeti akadémián tanulják is a növendékek. Egy ilyen tenyérrel ugye ütnek, és inkább a nyak tájékára, ami nagyot csattan, de nem fáj. De hát ez ebben az esetben az extra. És úgy tudom, hogy aki, a művész, ugye, aki a Katica urat játszott, ő amúgy egy opera énekes. Bizony, méghozzá egy tenor. Egy galamb lelkű tenor. Egy galamb lelkű tenor, akinek hatalmas jobbosa van. És nem tudom, hogy milyen szempontból választotta ki a rendező Wiedermann Karcsi, de nagyon jól sikerült. Egyébként visszatérve egy picit a történelmi dologra, el kell azért azt mondjam, hogy Pintér írta a forgatókönyvet, és a történelmi hitelessége a sztoriknak megvolt. Igen. Nagyon erősen. Tehát ott a történelem, ott ki volt bányászva, tehát ott az úgy történt, ebbe helyezett bele olyan fantáziadús sztorikat, amiben ugye a Láng Vincét és a Spillerkét be tudta helyezni, és mondjuk itt tartott a humor és a történelmi valóság egyensúlyát és mérlegét. Tehát például egy olyan fiatal, aki ezt a filmet nézi, az azért a második világháború előtti időszakról egy elég tiszta képet tud kapni, tehát ilyen szempontból értékes is a film. Ez abban az időben elég nagy hangsúlyt fektettek. Ugyanígy volt például Jó estét nyár, Jó estét szerelem című filmemben, ami egyébként bejárta a világot, az tényleg nagyon nagy siker volt. Ez a film, ez egy teljes korrajzot adott az akkori időszakról, tehát a digózás időszakáról. És úgy gondolom, hogy ezért is értékes. Egy pillanatra meg visszatérve az egy óra múlva itt vagyokra, hogy ugye ez egy nagyon jó hangulatú film. Annak a felvételi is ilyen hasonló jó hangulatban. Teltek? Milyen emlék maga az időszak, amik a forgatások voltak? Hát ugye borzasztó fiatalok voltunk, imádtunk játszani, imádtunk élni. Nagyszerű színész kollégák voltak. Azt hiszem, hogy a nagyok között mindenki ott volt. Tehát ebben játszott Várkonyitól kezdve, Majoron keresztül, Gobbi Hildán át, gyakorlatilag Bodrogi Gyulán. Gyenge Árpádnak ugye fontos szerepe volt. Tehát én azt hiszem, hogy gyakorlatilag az összes igazi nagy színész az mindmond volt, és ezek a nagy színészek ugye Kossuth-díjaikkal együtt, ezek mind egy-egy színháznak a vezető tagjai voltak. Ilyen módon aztán én akkor még a Thália Színházban voltam, és nagyon-nagyon kellemes volt, ugye, mert együtt lenni ezekkel az igazi színész óriásokkal, nagyon-nagyon sokat tanultunk tőlük. És hát aztán persze forgatás után nem resteltek leülni velünk fiatalokkal egy-egy sörre, ami aztán a Moulin Rouge-ban végződött hajnali 4 órakor, hogy másnap reggel jöjjön a kocsi, és hullak fáradtan, sápadtan, odaüljünk a sminkes székébe, és valahogy fölpofozzon bennünket. Hát igen, ez csodálatos világ volt, és volt valami más is ebben. Tehát volt valami olyan jellegű összetartás, összekovácsolódás, tehát mi akartuk, hogy annak sikere legyen. És ez nem csak a filmekre és a tévéfilmekre vagy filmekre vonatkozott, hanem egy picit azért más volt, mint a mai világban. Ugye a mai világban egy színházi előadás után
A színészek fáradtan szétspriccelnek, elmennek, dacára annak, hogy maga az előadás sikeres. Abban az időben, a 70-es években, nem egészen így volt, a 70-es években egy ilyen siker után, meg előtte is, új, de nagyon is, egy ilyen siker után együtt maradt a csapat, vagy egy ilyen jó, kellemes forgatás után együtt maradt a csapat. Együtt megvacsoráztunk, sztorizgattunk, és azért a sztorik és a beszélgetés között azért valahogy fölvetődött a másnapi program, a másnapi forgatási rend és a másnapi előadandó részek, és bizony ezt meg is beszéltük mindjárt ott a rendezővel, de kötetlenül, ötletgazdagon, hogy mi lenne, ha ez lenne, mi lenne, ha az lenne. Szóval gyakorlatilag fölkészültünk a következő napi forgatásra. És akkor tulajdonképpen egy-egy ötlet akár az belekerülhetett abszolút, a forgatókönyvbe is. Abszolút, sőt, nagyon is, hiszen ugye egy ilyen oldott állapotban a színészek hát ontották az ötleteket, tehát mindegyikünknek sok-sok minden jutott eszébe. És ezt ott volt az író, ott volt a rendező, az asszisztens, és ezek azért lejegyzésre kerültek, hogy tényleg akkor tudod mit, akkor ezt nehogy elfelejtsem, mondta Liderman Karcsi, és már írta is fel, és ez bekerült másnap. Bekerült. Úgyhogy így aztán szlogenek születtek, és így aztán nagyon-nagyon érdekes és kellemes másnapi forgatást készítettünk elő. És akkor ezzel párhuzamosan meg tulajdonképpen ment a színházi munka. Azért ez nem lehetett egy egyszerű időszak. Nem bizony. Hűha, kemény volt. Hát most képzeld el, hogy tegeződünk, ugye? Ja. Képzeld el, hogy ugye bementünk délelőtt 10-re próbálni a színházba. Hát ugye elég nehéz darabokban 2-ig. Akkor már jött is értünk az autó, a kocsi, akkor elvitt forgatni. Akkor forgattunk 6-ig, akkor vissza a színházba, játszottunk, és akkor másnap kezdődött a cirkusz, hogy a rendező adjon ki a próbáról. Ott bizony sok-sok hát súrlódás és még veszekedés is volt, mert ugye a rendező az jogosan azt mondta, hogy hát már elnézést, hát minden másik nap elmész forgatni, akkor hogy a fenébe tudjuk megcsinálni ezt a színdarabot, hát mindjárt premier lesz. De ugyanakkor meg, ha nem tudok forgatni menni, akkor áll a stáb, az iszonyatos pénz húzódik, ugye egy ilyen forgatás függvény az időjárásnak nagyon, tehát elkezd esni az eső, vagy valami, akkor már kész az egész, az nap nem lehet csinálni semmit. Úgyhogy emiatt például sok színész és sok művész össze is veszett a rendezővel, mert ugye már az elején ugye megpróbálta tisztázni azt, hogy figyelj, de én most szeretném megcsinálni ezt a tévéfilmet, mert hát ez az én pályámhoz, az én előmenetelemhez, ismertségemhez, ez nagyon jó lenne, meg aztán jó is. Mire a rendező meg azt mondta, hogy igen, de nekem is szükségem van rád, hát valahogy egyeztessük a kettőt. Ez a jó rendező, ez a kellemes. De hát azért nem minden rendező volt ilyen, szóval kemény dolgok is voltak, és ebből aztán sok-sok konfliktus is adódott. De minden esetre én azt gondolom, hogy rettentő sokat dolgoztunk, és mégis volt energiánk, nagyon-nagyon sok energiánk volt. Fáradtok voltunk, de mégsem voltunk úgy fáradtak, töltve voltunk, föl voltunk töltődve, tele voltunk energiával, és nem csak a fiatalság energiájával voltunk tele, hanem tele voltunk azzal a művészi ambícióval, amit a lehetőség adott. Így aztán sokunknak szerencsésen jutott az a lehetőség, hogy el tudtunk játszani jó-jó néhány sikeres tévéfilmet, filmet. Hát én 70 és 85 között, hát nem akarok most nagyzolni, de körülbelül olyan 80 tévéjátékot csináltam. Körülbelül ebbe voltak filmek is. Úgyhogy ez azért nagyon-nagyon fontos, én úgy gondolom, mert
egy fiatal művész, ha le tudja tenni a voksot fiatal korában, és ki tud alakítani egy 10-15 év alatt egy életművet, akkor az nagyon szerencsés. Bizony nem irigylem a mai fiatalokat. Én tanítok a BKF-en, ez a Budapesti Kommunikációs Főiskola, és figyelem a fiatalokat. Hát bizony megfigyelem a színmi fiatalokat, a színművészetéről kijövő fiatalokat. Hát bizony nagyon nehéz. Nehéz azért, ugye, mert először is nem kap szerződést olyan könnyen, de ugyanakkor meg el kell, hogy mondjam, hogy úgy látom, hogy okosak ezek a fiúk, fiatalok, lányok, fiúk, mert nem ijednek meg. Tehát azt mondja, hogy jó, nincs szerződés, nem baj, járok castingokra, valami csak bejön, de addig is valamit elkezdek csinálni. Tehát elkezd vállalkozni valamit, és ez nagyon nagy dolog. Szóval talpra esettek, nem ijedősek, talpra esettek. Ugyanakkor pedig ugye áradnak ki az egyetemekről, a főiskolákról, azt hiszem most már két színi egyetem is van, vagy egy főiskola, meg egy egyetem, áradnak ki a fiatal tehetségek, és igen, ezek tehetségek bizony, és hát a nagy részüknek nem igazán sikerül. Nagy részük elveszik, eltűnik, de azért úgy gondolom, hogy valamire mindenféleképpen tudja használni a diplomáját, vagy egyszer csak feltűnik, és általában elkezdenek egy másik szakmát, vagy vállalkozni próbálnak. Tehát nem ijednek meg. Ilyen szempontból talpra esettek a mai fiatalok, én úgy látom. Nekünk könnyebb volt a helyzetünk. Könnyebb volt. Egész egyszerűen azért volt könnyebb, és én ezt nem tudom, hogy hogy csinálták. Egyszerűen volt szerződésünk. És még egy, rengeteg tévéfilm volt. Rengeteg tévéjáték volt, hát ma már nincs. Ezeket most kezdik is ismételni, és fantasztikusak. Tehát a magyar televízió ezeket ismétli, ezeket a tévéjátékokat, és egyszerűen döbbenetesen komoly munkák hát, ezek. Az a helyzet, hogy ugye, ha szabad így mondani, ezek azért néhány dologtól eltekintve, ezek azért örök darabok. Szóval ezek közül nagyon-nagyon sok fennmarad, bár Pécsi Sanyi bácsi nekem mindig azt mondta, hogy fiam, sikert csinálni könnyű. Egy művész ember, egy színész csinál sikert. De átütő sikert csinálni, olyan, ami fennmarad, és amit megőriznek generációkról generációra, az bizony nagyon nehéz. Ha életedben egy sikerül, azt mondja, nézd, a Törőcsik Marinak sikerült a Körhinta, vagy nem tudom, említett a Besenyeinek a Dúvad, vagy a Tizedes, meg a többiek, a Sinkovics. Ha egy sikerül, akkor azt mondhatod, hogy na, van életművem. Hát én úgy érzem, hogy a Jó Estét Nyár, Jó Estét Szerelemmel abszolút sikerült, hiszen két évenként megismétlik, vagy egy óra múlvát is megismétlik. A gyerek mesefilmeim, a Palacsintás király, meg hát úgy érzem, beírta magát, és azon is generációk, saját gyerekeim is azon nőttek fel, és nem azért, mert én nyomattam, hanem egyszerűen nem tudja kikerülni, CD-n kiadják, meg szóval üzletet csinálnak belőle azok, akiknek ez lehetőségük van, és aki a jog, ugye. Egyébként a Jó Estét Nyár, Jó Estét Szerelem az annak is köszönhető volt, hogy te kaptad meg azt a szerepet, hogy volt az Egy Óra Múlva Itt Vagyok? A Jó Estét Nyár előbb volt. Előbb volt? Bizony. Én mindig azt hittem, hogy ez később lett. Nem, az előbb volt. Az előbb volt. Ez egy nagyon érdekes kapcsolat volt. Akkor a Tália Színház tagja voltam. A Tália Színház egy nagyon furcsa hely volt, egy érdekes műhely volt, ahol adva volt egy igazgató. Ez az igazgató egy igen-igen nagyhatalmú igazgató volt. A keze egészen fölnyújt, föl, ma már nem mond semmit a politikai bizottságig, ma már ez nem jelent semmit, vagy a központi bizottságig, de hát akkor bizony ez nagyon nagy dolog volt. Odáig fölnyújt a keze, hihetetlen jó barátságban volt a legfelsőbb szervekkel, és ez az igazgató, ez bizony gyakorolta is a hatalmát. Ő maga nézetem szerint nem volt egy különleges Isten adta tehetség, de volt egy másik tehetsége.
És ez a másik tehetség abban nyilvánult meg, hogy olyan emberekkel vette körbe magát, akik nagyon jó tanácsadói voltak, és helyette is, hát nem akarom így kifejezni magam, hogy gondolkodtak, de mindenféleképpen hallatlan művelt emberek voltak, és mivel hogy a hatalmánál fogva ez az igazgató be tudott hozni mindenféle darabot külföldről, mindenféle alatt azt értem, hogy olyan darabokat, amit elképzelhetetlen volt, hogy be tudja hozni. Így aztán a tanácsadói sugallatára kiharcolta, hogy Sartre-t játszunk, ami hát abban az időben hát ez elképzelhetetlen volt, ördög is a Jóistent játszott, elképzelhetetlen, és ő meg tudta csinálni, vagy helytartót, a Hohut helytartóját játszottunk, ami megint hát ugye elképzelhetetlen volt. Az áthallások miatt esetlegesen. Pontosan, hát az akkori cenzúra ezt nem engedte, tehát nem engedte az akkori nagyon kemény kulturális cenzúra, nem engedte. Vagy ugye a frissen rehabilitált, vagy ő maga rehabilitált azzal, hogy visszahozta őrként a színpadra. És ilyen módon aztán gazdagította a színházi világot, tehát nagyon-nagyon jót tett. És mivel ugye a tehetség az összevontva kell nézni, tehát globálisan kell szemlélni, mert nem biztos, hogy az az igazi tehetség, akinek van egy Isten adta tehetsége a színművészethez, vagy a színház művészethez, hanem az az igazi tehetség, aki tud gazdálkodni a képességével megfelelően, és érvényre tudja juttatni azt, amit ő elképzelt. Hát meg eleve az a gesztus tulajdonképpen egy ilyen pozícióban lévő embernél, hogy nem nála butábbakkal akarja magát körülvenni. Ez egy ilyen szituációban már egy nagyon fontos dolog. Mert számtalan ilyen helyzetben lévő ember, ugye ez a taktika, hogy igyekszik magánál butábbakkal körülvenni magát, még véletlenül se valakitől tanácsot persze, elfogadni, hogy ez egy óriási dolog. Nehogy a trónjára törjön. Pontosan, tehát ez egy óriási dolog, hogyha ő azt meg tudta tenni, hogy olyan emberekkel vette magát körül, akik tulajdonképpen jó irányba vitték a dolgokat, és azt elfogadta, az már önmagában egy nagy dolog. Igen, igen, ez így van. Nos, hát így aztán ez a Thalia Színháznak ez a korszaka, ez eléggé sikeres volt, és nagyon izgalmas volt. Én magam részéről ütközésbe keveredtem, éppen az előbb említett dolgok miatt, tehát nem igazán kezdtek engedni ki, nem engedtek ki filmezni, tévézni, tehát szüksége volt a színháznak rám, és ez azt jelentette, hogy havonta 30-at játszottam, és minden nap próbáltam, és éreztem azért, hogy ez egy picit sok, és ugyanakkor pedig kellett lemondani a tévéfilm szerepeket, filmszerepeket, úgyhogy nekem ott döntenem kellett, hogy ez most így jó, vagy nem jó, és körülbelül 10 év telt el, azt hiszem, 10. éve úgy döntöttem, hogy abban az időben volt egy lehetőség. Már egy kicsit úgy fellazultak azért a dolgok, és ez a lehetőség pedig abban nyilvánult meg, hogy a MaFilm, a Magyar Filmgyártóvállalat indított egy ilyen filmes osztályt. Ami azt jelentette, hogy fiatal színészeket, vagy színészeket várnak oda, akik státuszba kerülnek a MaFilmnél. Na hát az elsőnek ment a Garas Dezső, mondom se kell, aztán a Cserhalmi, Bújtor, és aztán én is. Ez körülbelül egy olyan 3 éves időszak volt, játszottunk filmeket, és színházban pedig meghívásra mentünk csak, de ez így azért kellemes volt. Kellemes volt, Egy ideig. Addig volt kellemes, ameddig nem éreztem azt, hogy sok olyan jellegű film szerepet csinálok, amit kirázok a kis ujjamból, nem okoz igazán örömet, de ugyanakkor meg hiányzott az a esti színházi siker, az esti taps. Ugyanúgy egy közvetlen kapcsolat a közönséggel. Tehát a film az lehet bármekkora siker, az a közvetlen kontaktus a közönséggel viszont nincs meg. Ez kétségtelen.
Pontosan így van. Bár ebben az időszakban azért volt egy nagy átütő siker. Steinbeck darabját játszottuk meghívásra játékszínbe, és az igen-igen nagy siker volt. Sokáig a plakát kín is volt. Hosszú-hosszú évekig volt a te plakátod a játékszínben, így oldalt, a bal oldalt, ez egy nagyon nagy, hosszú ideig játszottátok. Igen, az egy nagyon nagy siker volt. Ez egy fantasztikus nagy siker volt Dózsa Lacival a főszerepben, meg hát én játszottam a másik főszerepet. Az egy nagy élmény volt. És aztán ugye megint vissza a Mafilm, és hát az egyre inkább úgy éreztem, hogy jó, igen, jó filmes színésznek lenni, de az az igazi belső maga, az a mindennapi megmérettetés, az nagyon hiányzott. Uh-huh. Így aztán vissza a színházba, de nem a Táliába, hanem a Nemzeti Színházhoz szerződtem le, és nagyon szép 8-9 valahogy így évet töltöttem ott el, és ezek az évek, ezek nagyon-nagyon hasznosak voltak, mert ebben az időszakban kezdtem írogatni. Gyakorlatilag az írás számomra mindig olyan volt, hogy egy olyan kiegészítő sportág, amely nélkül nem tudtam létezni, sőt, előbb írtam, mint játszottam. Volt egy gimnáziumi önképzőköri tanárom, Rádics Károly, Isten nyugosztalja, meghalt, nagy mixát kutató volt, és ez az önképzőköri tanár hát novelláztatott bennünket, és az egyik novellám nagyon megtetszett neki, és azt mondta, hogy fiam, ez a novella, ez jó, ezzel meg kéne pályázni valamit a rádióba. És hát épp voltam 17 éves. És hát éppen a rádió meghirdetett egy ilyen pályázatot, hogy Így írunk mi címmel. Padisák Misi bácsi, ez az időben nagyon-nagyon népszerű volt, a Padisák Misi bácsi leveles ládája címe. Mindenki írhatott neki. Uh-huh. Na mindegy, szóval beküldte a tanárom ezt a novellát, és visszajött a válasz, hogy a novella nyert, elfogadták, és meghívnak a novella dramatizált változatának a felvételére. Magyarul, ugye én megírtam a novellát, benne a rádióban dramatizálták, és meghívtak erre a felvételre, és bementem, és ott ültem a technikai helyiségbe, és az által megálmodott figurát pedig Bodrogi Gyuszi játszotta. Nem kis érzés lehetett ez azért. Annyira, hogy gyakorlatilag innen indult el a színészet. Tehát addig nem is... De nyertem kerületi bajnokságokat, szavaló versenyeket. Gondolta, persze, hát ez nyilvánvaló. Színjátszókör, meg minden. De azért ez lehetett egy komoly pillanat. Igen, itt szíven ütött. Innentől kezdve elkezdtem gyűjteni repertoárt, elkezdtem járni a színházakba keményen, figyeltem a színészeknek a technikáját, figyeltem a játék stílusát, tanultam, darabokat kutattam fel, írtam, és aztán megpályáztam a színművészetit, és hát ez nagyon érdekes volt, mert ugye akkor úgy volt a felvételi a színművészetén, hogy egy ilyen krétakörbe beállítottak a színpadon, lent a nézőtéren sötét volt, és hát ott ültek a nagyok, Várkonyi, Major, Básti, nem tudom ki, mint mindenki. Milyen szigorú tekintetű ember. Nem lehetett látni őket, ja, csak érezni ezt a szigorú tekintetet. Érezni lehetett a sugarakat, amit kibocsájtottak. Ez, amit kettő most elmondta, ezek mind ilyen nagyon fajsúlyos emberek voltak, ugye a magánéletben is, hogy így az ember elképzeli őket. Hogyne. És hát mind egyenként keményen megküzdött emberek. Hát ugye ők mind megélték a második világháborút, és hát játszottak a háború előtt is, és hát bizony rettenetes dörzsölt tudással rendelkező nagy volumenű emberek voltak. És ott ültek lent, és akkor ugye, hogy felszólt, hogy
Mivel készült, kérem, mondta Básti. És akkor elmondtam egy verset, ez volt a Levél Arany Jánoshoz című vers, és ezzel az egyen mentem tovább. Ezzel az egyetlen egy verssel. Ez egy a 8-10 perces vers körülbelül, és semmi más nem kérdeztek. Volt ott én nekem minden. Antonius beszédétől kezdve, monológok és minden. Nem, csak ezt kérdezték, és ezzel mentem tovább. És aztán sikerült ez a felvétel, és én a Gáti Simon osztályba kerültem. A Simon Zsuzsáról tudni kell, hogy hallatlan technikai felkészültséggel rendelkező színésznő, színészpedagógus volt, és a Gáti ugyanúgy. Ő ugye elsősorban előadó művész volt, és hát nagyon-nagyon magas technikán tanította mindezt. Úgyhogy sokat tanultunk tőle, kezdtünk, hát hogy is, azt mondja, kezdtünk a mi osztályunkban, voltunk azt hiszem 10 vagy 12-en, Eszter Gályos Cilivel, aztán a másik osztályban volt a Koltai Robiék, és aztán le is morzsolódtak sokan, eltűntek. Az az érdekes, hogy elnézést, az az érdekes, hogy akik eltűntek a mi osztályunkból, az mind valamennyi, mind diszidált. És még egy érdekessége van ennek a dolognak, hogy akik diszidáltak, azok mind Amerikába kötöttek ki. Képzeld el, nagyon érdekes. Nem igazán tudtak színész karriert csinálni, de... Igen, a színészetnél a nyelv az sajnos egy nagyon nehéz dolog, nagyon sok mindent megköt. Ilyen szempontból nehezebb helyzetben vannak, mint a zenészek például. Hát a zenészek azok. Ugye íróknál, színészeknél sajnos a nyelv az egy nagyon meghatározó dolog. Hát igen, ez pontosan így van. A nyelv az bizony egyszerűen behatárol. Mese nincs. Mondják, ugye, hogy voltak kivételek. Hát, tudod, nem biztos, hogy ez így van. Azt mondják, ugye, hogy a Szabó Sándor, aki azt hiszem 56-ban diszidált, róla mesélik azt, hogy elindult Amerika felé, és a feleségével ment, és a feleségét Amerikában autóbaleset érte, és olyan súlyos volt a baleset, hogy a szegény asszony lebénult, és ezért ami nagy kártérítést kapott, és azt mondta az asszony, hogy akkor ezt próbáld arra használni, tanuld meg úgy a nyelvet, ez lenne az én nagy-nagy vágyam, hogy a Broadway-n szerepelhess. És Sanyi törte a fejét, hogy a francba, hogy a fenébe tudom én ezt a nyelvet úgy megtanulni, hogy én a Broadway-n tudjak szerepelni, hogy ez az akcentus, vagy elfogadható. Jó, hogy Amerikában sokféle akcentus van meg minden, de azért a színpad az azért más, tehát ott azért tisztán kell ám beszélni. És a következőt találta ki. Beiratkozott a gyépére. Beiratkozott azok közé, a gyerekek közé, tudod, akik nem tudnak rendesen beszélni, és így tanulta meg az angolt magas fokon, és ő állítólag 10 évet játszott a Broadway-n. Aztán hazajött. Ez is nagyon szép karrier folytatódott az ő esetében. Igen. Általában a Páger is ugye próbálkozott, hát ő nem ezzel a módszerrel, de nem sikerült neki állítólag, nem sikerült. Fedák Sáriról mesélik még, meg szóval talán a Gábor Zsozsa az, aki úgy tényleg nagyon ismert lett, mert az ő akszányát valahogy így elfogadták, az ilyen kedves akcentus. Igen, de egy szép nő volt fiatalon, és nyilvánvalóan ez sokat segített a dologban. Hát, tehát valószínűleg olyan karakterű szerepeket adtak, ami nem annyira a színészi játék volt. Nem akarom bántani, mert most nem tudnék mondani egy filmet, amit láttam volna vele, csak úgy a szituációt képzelem. Hogy mondjam, tehát olyan kiugró főszerepeket nem nagyon játszott, viszont vezető karaktereket játszott, és szerették. De hát... A Szőke Szaká volt még ugye, aki a
És az a híres film sírtam, amit teszem, amiben ugye egy nagyon klassz kis epizód. Vonós négyes. amerikai film, a Casablanca-ban van egy pici szerepe, de ugye ő nagyon sokat játszott Németországban. Tehát ő gyakorlatilag már eleve két nyelvű színész volt, és hát mondjuk... Hát akinek igazán sikerült, az a Dracula. Igen. Így van. Lugosi. Bár. Lugosi, bizony. Neki is, na de akkor még néma film volt. Bizony. Aló. Igen. Hát úgy már könnyű. Igen. Úgy igen, könnyű. Igen, a magyar színészek nagyon jók. Én úgy tudom, hogy világviszonylatban is ott vagyunk az elsőt között. Biztos vagyok. Így benne. Mondják. Tehát, hogy mondjam, a Dracula az világhírű lett. Amikor bejött a hangos film, még akkor is meg tudta őrizni, ugye? Mert hát a Draculához igen, az a szörnyűséges magyar akcentus, ez a horrotovágyi magyar akcentus. Ugyanis azt mondják róla, hogy igazából soha nem tudott rendesen megtanulni angolul. Aha. Soha. És ez a jó, kemény hortobágyi, what are you, ez a jó, kemény hortobágyi akcentus. Igen, azon a biztos nagyon klasszon. És ez a Draculának nagyon jó, de hát látod, aztán egyszer csak elkezdték kifúrni egy a született amerikaival, a Frankenstein figurákban, és akkor ugye a Frankenstein már nem ő játszott, illetve játszhatta volna, de volt probléma. De hát tudod, az a csodálatos, hogy bármerre megyünk a világba, jó, igen, ezt el kell ismerni, hogy olyan kiemelkedő színművész, aki egy idegen nyelven, akár angol nyelven tudott volna világot hódítani, és világsikert elérni, talán ilyen nincs. Na de hát van nekünk egy Korda fivérek, egy George Sugar, ugye? A Sugár Gyuri, aki egy kicsi vidéki városból elindult, és Amerikába elkezdte a filmezést, a filmipart. Bizony. Hát a Korda testvérek is Angliában ők teremtették meg gyakorlatilag. Vagy ott van a Pascal, vagy ott van a Kertész Imre. Hát most aki tartja magát, és magyar, de hát ugye ő tökéletesen beszél angolul. Azt hiszem, ő a Vajna mondjuk, akinek hát ilyen nagy híre van, ugye a Terminátor meg ezeket rendezte. De hát én azt hiszem, hogy mindenütt ott vannak a magyarok, mindenütt, hát ugye. Hát az igazság, hogyha megnézünk azért akár amerikai, akár más országból filmeket, és megnézünk magyar filmeket, azért az egyértelmű, hogy azért a színjátszásban, most attól függetlenül, hogy esetleg karrier szinten ki az, aki mondjuk egy világhírnévre tudott szert tenni, tehát maga azt hiszem, hogy a színjátszásban én nem hiszem, hogy bármilyen szégyelni valónk lenne, mert ez teljesen egyértelmű, hogy Magyarországon egy olyan színészanyag volt, és most az, hogy van, azt azért egy picit nehéz, mert ugye kevesebb film készül most, mint mondjuk, amiről beszélgettünk a 70-es, 80-as években, és most már az egész színházi világ is kezd egy picit átalakulni, ez most nyilván egy nehezebb időszak. De azért, ha a 70-es, 80-as éveket vesszük, amit én színházi előadásra meg szóval egy filmeket láthattunk, az teljesen egyértelmű, hogy a magyar színjátszás azért az mindenféleképpen a világ élvonalában kell, hogy legyen. Igen, és tudod, engem mindig én is, hát ugye mondjuk én nagy családos ember vagyok, tehát én nagyon mocorogni nem tudtam, de bevallom őszintén neked, hogy azért mindig irigykedve figyeltem azokat a kollégákat, akik azt mondták, hogy jó, én most akkor elértem itt valamit, én most megpróbálom. Megpróbálok karriert csinálni, és tisztában volt azzal, hogy ez 90% hogy nem fog sikerülni, de neki ment. Hát ugye ilyen volt a Bubik, aki elment egy évre, vagy a Cserhalmi Tyutyú, ő is elment egy évre. De hát most fiatalok is vannak. Most hallottam egy fiatal fiúról, ez a Szűcs Gyuri, aki állítólag Hollywoodban van, és talán neki sikerül. Hát ez nagyon csodálatos lenne. Nagyon-nagyon csodálatos. Most hozzáteszem, hogy az, hogy mennyire jók szerintem a magyar színészek, most lehet, hogy furcsa példa lesz, amit mondok, mert nyilván egy színész nem erre a legbüszkébb életében, de az is jelzi, hogy nagyon sokáig úgy tartották, de én azt hiszem, hogy ez az a legyőző, most már nagyon sok tévécsatorna van, is azért igaz, hogy a magyar szinkron az például az egész világon híres volt. És ez nyilvánvalóan azért abból adódik részben, hogy olyan kvalitású
emberek adták a hangjukat, és olyan módon a színészeknek, ami kiemelkedő. Tehát azért az nem véletlen, hogy sokszor az ember meglátja eredetiben azt a filmet, amit mondjuk nagyon megszeretett egy bizonyos szinkron hanggal, és szinten meglepődik azon, hogy orgánumában a beszéd, még akkor is, ha nem értjük, akkor is lehet érezni egy színességet egy beszédben. Épp ma például a Mastroianit láttam olaszul beszélni, és azért, hogy nem tudok olaszul, abból átjön egy színesség, egy svung. Na most visszatérve erre, hogy nagyon sokszor pedig pont az ellentéte volt, az eredeti szinte fakónak tűnt ahhoz, amilyen voltam. Ez a te esetedben is igaz, hát te rengeteg filmnek ugye adtad a hangod. Igen, én szeretek szinkronizálni. Sok olyan kollega van, aki nem igazán. A szinkronhoz gyakorlatilag egy jó ritmusérzékkel és egy beleélő képesség, tehát megérezni azt a bizonyos figurát, amit szinkronizálni kell. Gyakorlatilag mondhatnám, hogy technika, de azért mégis több. Szerencsére Magyarországon nagyon-nagyon sok szinkron stúdió alakult. Ugye jönnek be ezek a külföldi filmek, vagy tévéfilmek, és ezeknek a 98%-át le kell leszinkronizálják, ez nagyon jó. Tehát azt hiszem más országokban nem így van egészen, mert feliratos, meg úgy alámondásos, tudod. De itt tűzszinkront használnak, és ez több szempontból is jó. Először is munkát tud adni a fiatal színész kollégáknak, másodszor pedig ez lehetőséget ad arra, hogy a színész állandóan fejlődjön, hiszen azzal, hogy nézi a vásznon vagy a képernyőn azt a bizonyos szinkronizálandó kollégát, annak elsajátítja és megérzi a technikáját, megérzi a stílusát, megérzi a mimikáját, megérzi a gesztusait, tehát gazdagodik tőle mindenféleképpen. Nem beszélve arról, mondom, mint hogy az előbb említettem, hogy ugyanakkor pedig ez munka a fiataloknak. Te komolyan sportoltál. Hát tulajdonképpen igen, de tudod, abban az időben az első filmem 1967-ben egy Fiúk a térről című film volt. Mi az Almási téri? Almási téri srácokról szólt, igen. És aki rendezte, az egy Szász Péter nevezető kitűnő rendező. És hát ott álltunk mi, Bújtorral, Dózsa Lacival, Kovács Pistával, Márton Andrissal, Husztival, Tahitóttal. És hát azt mondta a rendező, hogy hát azért az Almási téri srácoknak nagyon kell tudni bunyózni, szóval itten ütögetitek itt a levegőt, hogy nem, jó, ez nem jó, valahogy keressünk valamit akkor, valamit keressünk, és akkor menjetek edzésre, na de hát mit keressünk, na, most menjünk le boxolni, hát nem, és képzeld el, hogy abban az időben jöttek be a hírek, hogy valamiféle távol-keleti sport van, valami karate, vagy mi a fene a neve, és megpróbáltunk kapcsolatot létesíteni, és találtunk is egy Polyák József nevezető fiatal ember, hát nálunk idősebb volt, aki frissen jött haza Ausztráliából, és itt hazatelepedett, és több danos feketőves mesterfokozattal rendelkezett, és lementünk hozzá edzésre, így Darvas Iván, Bújtor, én. És ez a Polyák Józsi hát elkezdett bennünket tanítani, és egyszerűen beleszerettünk a karatéba. Én különösen nem is a karaténak, nem is azért, hogy most én olyan cseleket tudok, vagy olyan védelemre teszek szert, hogy meg tudom önvédelemre teszek szert, hogy meg tudom védeni magam, vagy ez nem is erről volt szó. Itt sokkal többről volt szó. Ennek a lelki, a pszichés oldaláról. Tehát az elméletről volt szó. Arról volt szó, hogy egy fiatal művészember befelé fordul, és egy megfelelő ön
képzéssel, egy önszuggesztióval tudja irányítani az akaratát, az akaraterejét. Egyszerűen megváltoztatta, és jó irányba változtatta meg a személyiséget. Jobban tudtunk tanulni, vagy most magamról beszélek, jobban tudtam tanulni, például rengeteg szöveget kellett tanulnom, jobban tudtam koncentrálni. És hát ugye aztán a mozgás persze az igen-igen jól esett. De a karate elsősorban a forma gyakorlatok tetszettek nagyon, és az elmélet, az elmélyülés, a befelé fordulás, a koncentrálás, a felkészülés, az önbizalom és az akaraterő edzés. És egy más képet adott a világról. Tehát az elmélkedtünk, és bele elmélkedtünk ebbe a világba, hogy most hogy is van ez tulajdonképpen. És ilyen módon aztán az ego nagyon-nagyon fejlődött, és mélyre le tudtunk nyúlni magunkban, és sok minden másképp kezdtem látni. Tehát kezdtem sokkal jobban tisztelni a másik embert. Kezdtem észrevenni a másik emberben a képességet, a másik ember tehetségét, képességét, tudását kezdtem becsülni. Azáltal ugye, hogy saját magamba is lemerültem, és befelé fordultam, és megpróbáltam a tudatalattig lemenni. Tehát nekem mindenféleképpen egy személyiségváltozást hozott. És ez a személyiségváltozás is magával hozta azt is, hogy na, nem kell azért annyit cigizni, le kéne tenni azt a cigit, meg aztán hát, itt előadások után azért bedobunk 2-3 felest, meg 4-5 sört, nem kéne talán az, mert és hát ugye akkor, amikor az edzés előtt olyan gimnasztika volt, hogy fúha, futottunk rendesen, és tehát nem is bírtuk volna. És a színpadon is visszaütött, jó irányban, jobban tudtam beszélni, erősebb volt a hanghordozásom, nem fáradtam ki annyira, a kondícióm rendben volt. Így aztán halálosan beleszerettem a karatéba, és több fokozaton, többféle dolgon mentem keresztül, a Kyokko Shinkai-on át a Taekwondon, és hát egy feketőre sikerült szertennem. De hangsúlyozni szeretném, hogy elsősorban a karaténak a személyiség formáló erejét azt tettem igazán magamévá, azt becsültem igazán, és annak nagyon sokat köszönhetek a mai napig. A mai napig, amikor ugye, hát természetesen nem vagyok tatamin, hát még csak az kéne, de mindenféleképpen azért formagyakorlatokat végzek, és azért nem engedi, hogy olyan nagy pocakot eresszek, bizonyos szempontból kondícióba tart, és így aztán végig kísérte az életemet, és sok mindentől megvédett. De mennyire vagy drukkos alkat? Én drukkos alkat vagyok, de ezt tudom kezelni. Tehát a druk és az izgalom, a lámpaláz, a színpadi láz, stage fright, ez tulajdonképpen egy jó dolog. Azért jó, mert ha megfelelően tudja használni és kezelni az illető művész, akkor a saját produkciójához felhasználhatja, jobban tud sugározni, jobban tud átlényegülni, segít ez a bizonyos druk az átlényegüléshez, segít a koncentrálásban, segít az interpretálásban, segít a sugárzásban, és ilyen módon aztán ez hasznos tud lenni. Természetesen nem jó abban az esetben, ha eluralkodik a művész emberen, vagy akárki, nem kell művész lenni, hiszen, mint ahogy említettem, én nagy családos vagyok, és a kisebbik lányom az a Budapesti Műszaki Egyetemet végezte el, és hát ez borzasztó kemény egy egyetem, hát ez iszonyat, ez valami borzalom. Az első év gyakorlatilag csak sírás volt. És akkor megpróbáltam átadni neki ezt a tudásomat, megpróbáltam neki átadni ezt a drukkezelési módot,
a légzés technikákkal, a koncentrálással, és sikeresen, tehát nagyon jól használta, és aztán éppen nem olyan régen diplomázott. Úgyhogy, tehát én mindenféleképpen hálás vagyok ennek a bizonyos sportágnak, és szeretem nézni, természetesen a küzdelmeket is szeretem nézni, és a küzdelmekbe különösen akkor élvezem igazán, amikor magas technikát látok, csodálatos technikát látok, amikor látom az agy működését, tehát nem arról van szó, hogy pufodom, elkezdtem fejbe rúgom a másikat, hanem amikor látom a gondolatokat, látom a párduc küzdelmet, látom a fizikális magasságokat és a szellemi magasságokat, látom a reflexek hihetetlen mozgását, akkor hihetetlenül csodásan tudok élvezni ezt. És hát azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok olyan mester van, akinek tényleg hát fantasztikus, csodálatos mozgástechnikája van és tudása van. Én azt hiszem, hogy a fiataloknak ez egy nagyon-nagyon ajánlatos sport, mert hangsúlyozom, számomra nem arról szól ez a sport, hogy pif-puf szétverni a másikat, hanem arról szól, hogy úrrá lenni saját magunkon, hogy irányítani saját magunkat jó irányba, hogy tiszteletbe tartani a másik embert, mindenféleképpen elismerni a másik ember képességét, átvenni a másik embernek a tudását, a tanítását, és azt hiszem, hogy ez az egymás mellett élésben is igen nagy segítség. Meg hát egyáltalán ez az utolsó pár mondat, ez akár színész közötti kapcsolatra is gyakorlatilag igaz lehet. Ez egyébként mennyire van meg az a hogy mondjam, lehetőség egy színművésznél, hogy az ösztönösség és a koncentrált akár tanulással megszerzett tudás alkalmazása, tehát amit most említettél, hogy amikor ha úgy küzdenek, hogy látod, hogy nem csak oda megy és mondjuk fejbe akar rúgni, hanem figyel, gondolkodik. Tehát hol van az ideális arány, ami a színészi játékban az ösztönösség és az a kontroll, ami közben egy hátsó agymunka is? Hát tulajdonképpen többféle színésztípus van. Van olyan színésztípus, aki elsősorban ösztönös. Van olyan színésztípus, aki tudatos. Amikor az ösztön és a tudat, ösztönösség és a tudatosság párosul, akkor megszületik szerintem a szabad így kifejezni a színész óriás. Amikor az ösztönét a tudatával irányítani tudja, és amikor a tudatát befolyásolni tudja az ösztönével, és ezt össze tudja hangolni, akkor tényleg igen, ilyen nagy magasságokra lehet eljutni. Na most mindez pedig az írott szó alapján, mindez pedig a leírt, író által leírt szó alapján. Tehát a betűk, a szavak, az összeállt mondatok, amelyek értelmet nyernek, és ezek a mondatok, amelyek ki vannak elemezve, és ezek a mondatok, amelyek egészen le vannak engedve az intim zónáig, és onnan vissza, tehát ez oda-vissza jár. Ezekből igen-igen nagyon jó hát, alakítások születnek. Én azt hiszem, hogy mondom, hogy többféle színésztípus van, de én azt hiszem, hogy az az igazi, vagy legalábbis az a csodálatos, ahol a kettő együtt van. Ezt sokat szoktak vitatkozni egyébként, hogy most melyiket könnyebb rendezni, az ösztönös színészt, vagy a tudatos színészt, vagy egyáltalán hogy érdemes rendezni, mert ugye egy időben a rendezőcentrikus színház az nagyon-nagyon előtérbe került, és ez főleg attól volt, ugye, hogy kiemelkedtek olyan neves, nagy tudású rendezők, akik rányomták a bélyegüket, ugye, nem csak a darabra, nem csak az íróra, hanem a színészre is, és gyakorlatilag a rendezőnek az elképzelését kellett egy-egyben megvalósítani. Ilyen is van. Ezt is tiszteletbe kell tartani. Én a magam részéről én hiszek a hármas egységben, hiszek a színész, a rendező és az író hármas egységébe.
ezeknek olyan módon kell együtt dobbania, és olyan módon kell együtt működniük, hogy tényleg nagyszerű és emlékezetes előadás jön létre. Mind az író hihetetlen fontos. Mint ahogy említettem, nekem ez egy kiegészítő sportág, én nagyon-nagyon szeretek írni, és hát mondjuk az elmúlt időszakban reklám nélkül 8 könyvet írtam, és ez reklám nélkül kifutott, tehát megvásárolták elég szép példányszámban, és írtam kb. 5 színdarabot, ebből 2 bemutatott a Bodrogi Gyuszi, az ilyen könnyebb színdarab volt, akkor egy a Kamarába lett bemutatva, és hát most az egyik színdarabom Prison Theater címmel, Burton Színház címmel egy londoni színháznál van, ami számomra azért nagyon-nagyon izgalmas, mert lehetőséget kaptam arra, hogy az egyik szerepet, amiben az akcentus belefér, és amit magam írtam meg, magam álmodtam meg, ugye megtanulhattam, és lehetőséget kaptam arra, hogy amikor úgy alakul, akkor ezt a szerepet én eljátszhatom Londonban. London, ez óriási dolog. Hát ez nagyon nagy dolog, és úgy gondolom, hogy ha még ez sikerrel is párosul, hát akkor azt hiszem, hogy valami új dolog kezdődött el, azt gondolom. Ez mikor várható, hogy ennek lesz bemutatója? Hogy áll most ez a dolog? Hát ez egy körülbelül 2 éves projekt. Ez hát kívánt, ez egy hosszú dolog. 2 éves, legalább 2 éves projekt. És hát én azt gondolom, hogy hát most már azért a közeljövőben remélhetőleg, hogy hát erre sor kerül. Mindenesetre a darabot én a részemről megtanultam, azt is tudom, hogy a kinti színészek is tudják, próbálják. Ki fordította le? Ottan író, vagy itt Magyarországon lévő fordító? Egy nagyon érdekes kérdés. Ezt egy olyan magyar-amerikai barátom fordította le, aki két nyelvű. Aha, ez a legjobb megoldás. Mind a két nyelv az anyanyelve valami. Két nyelvű. Igen, hát tulajdonképpen erre is szokták mondani, hogy akkor az egyik nyelvet se beszéli rendesen, tudod. De ő tényleg ezzel foglalkozott, és foglalkozik, és bár még nem ismert ezen a téren, de szerintem egy nagyon jó fordítást csinált, és hát élvezetessé tette a darabot angol nyelven is, én így gondolom. Nagyon-nagyon szeretek írni, és majd az elkövetkezendő időszakban, amikor már egy kicsit megnyugszom, vagy lejjebb nyugszom, vagy talán nem kell már így hajtani, mert hát azért még kell, már sárga csekkek jönnek, akármit csinálsz, azok akkor is jönnek, akkor ha kicsit nyugalmasabb lesz, akkor azért szeretnék még egy jó néhány színdarabot írni, és hát jó lenne bemutatni. Ha valaki most kedvet kapott, és a könyveidet szeretné olvasni, hol találhatja meg? Hát én gondolom, hogy most már antikváriumban találhatja meg. Az első 2 könyvemet azt Kikerál néven írtam, de a többinek a saját nevemet adtam, tehát a többit megtalálja. Az első könyvek azok inkább egy kicsit krimisek, aztán utána egy kicsit szépirodalmi jellegű novellák, kisregények, és talán ilyen kalandregénynek is nevezhetném. Hát ajánlom figyelmébe, ha esetleg valakit érdekel. Bár én úgy gondolom, hogy elég sokan olvastak Harsányi könyvet. Nyilvánvalóan, mert csak azokra gondoltam, aki esetleg most hallgatta ezt a beszélgetést, és most kapott kedve. Igen. Szerintem elég sokan olvastak azért Harsányi könyvet, mert én most az Újpest Színháznak vagyok a művészeti vezetője, ami egy kis színház ott a Újpesten, és sok emberrel beszélgetettek, és gyakran kérdezik tőlem, hogy mikor jön a folytatás, mert az egyik könyvem az már 2-szer, tehát 2 részes volt, és most már várják a harmadik részt, a harmadik folytatásos részt. Úgyhogy, tehát én úgy gondolom, hogy azért figyelemmel kísérik ezt. Hát minden esetre
ebben az időszakban, amiben én most vagyok, és hát nagyon hálás vagyok a sorsnak, mert tényleg úgy gondolom, hogy egy elég szép életmű áll mögöttem. De most engem nagyon-nagyon leköt a tanítás is. Mint ahogy említettem, egy kommunikációs főiskolán tanítok, valamint ugye foglalkozunk többen, tanárok, pszichológusok, azokkal a gyerekekkel 7 éves kortól, akik a gondolataikat és az érzéseiket nem tudják úgy kifejezni, hogy éreznék és gondolni szeretnék. Azokkal a gyerekekkel, akik gátlásosak, visszahúzódóak, vagy azokkal, akik éppen a hiperaktivitás határán vannak. Általában ezek a gyerekek rossz helyzetbe kerülnek az iskolával. Ugye a pedagógusok, kitűnő pedagógusaink vannak, de hát fáradtak, hát mese nincs, hiába az osztályok föl vannak duzzasztva, és a pedagógusok fáradtak, és hát bizonyos szempontból sokszor türelmetlenek is. A szülők pedig ugye nap mint nap mennek, hajtanak, ugye jönnek a csekkek, sárga csekkek, tehát a gyerekkel kell kevesebbet tudnak foglalkozni. Ilyen módon ez a, amit mi csinálunk, ez a kommunikációs készségfejlesztés, ez hallatlan előtérbe lépett, és hallatlan fontos. Olyan gyerekeket hoznak nekünk, akikről már sokszor le is mondanak. Tehát azt mondják, hogy elviselhetetlen az osztályba, kibírhatatlan, nem adja tanulni, nem adja figyelni a másikat, és a többi, és a többi. Hallatlan élvezettel foglalkozunk ezekkel a gyerekekkel, pszichológus barátom együtt. Kidolgoztunk egy olyan módszert, ami hát ugye hagyományokra épül, tehát ennek irodalma, méghozzá csodálatos irodalma van. A hagyományokra épült, de ugyanakkor hozzátettem a színművész fantáziáját, és a pszichológus szakképzettségét, és olyan helyzetgyakorlatokat hoztunk létre, amely helyzetgyakorlatok segítségével ezek a gyerekek egész egyszerűen megváltoznak, átalakulnak, ők maguk lesznek, maguk maradnak, de mégis ugye másképpen látják a világot, mint ahogy én másképpen láttam a világot azután, hogy megismertem ezt a távol-keleti sportot. Hát ők is másképpen kezdik látni a világot, és a világban magukat is. Ezek a gyerekeknek az önbizalma megmarad, az önbecse megmarad, de ugyanakkor elkezdik tiszteletbe tartani a környezetüket, tiszteletbe tartani a másik embert, a másik ember gondolatát. És hallatlan jó eredmények vannak, ugyanis nagyon-nagyon sok gyerek volt, aki jelentkezett és hozta a szülő, akiről lemondtak. Tehát azt mondják, mit csináljunk vele, tessék mondani, hogy mondják, mit csináljunk vele, nem bírok vele, nem bírok, az ővök hulla fáradtan. 5001-est az iskolában megverte a pattársát, beleszúrta a körzőt a nem tudom miébe, akkor a tanárnak mit tudom én, mit mutatott, túrost mutatott, vagy nem tudom mit, akkor a tanár kiküldte, akkor belerugott az ajtóba, akkor fölrúgta a szemétes kosarat, meg minden. Hát most mit csináljak, tessék, mit csináljak, hát ki fogják rúgni az iskolából, hát nem lesz lehetősége sehol. És akkor elkezdünk beszélgetni a illető gyerekkel, és kiderül, hogy egy hallatlan, értékes, egy nagyszerű kis emberke. És el kell, hogy mondjam, hogy úgy szóval mind ilyen, csak türelem kell hozzá. Türelem, hozzáértés, szakértelem, szív. És ezeket a gyerekeket fel lehet hozni. A színművészet és a színház művészet segítségével olyan gyakorlatokat, olyan terápiát adunk, olyan helyzetgyakorlatokat, szituációs gyakorlatokat adunk, amelynek segítségével olyan magasra tudjuk eljutni, felhozni, hogy eljutnak a művészetek határmestjére. Most van, aki átlépi. Hát képzeld el, hogy hoztak hozzánk olyan gyereket, akire azt mondták, hogy ez a gyerek nem szólal meg. Ez a gyerek ott ül, belerúgnak, akkor valamit mond, de
se vissza nem üt, se semmi, rúgják, kokizzák, csípik a fülét, és semmi, és akkor hazajön, már nem sír, nem csinál semmit, hanem csak befelé fordul, és minden. Hallatlan élvezettel kezdtünk dolgozni vele, hallatlan, izgatott. Talán izgatott azért is, mert visszagondolva a saját életemre, én nagyon gátlásos voltam. Borzalmasan gátlásos voltam. Most képzeld el, hogy egy... És ez a gátlásosság még elkísért akkor is, amikor jelentkeztem a Színművészeti Egyetemre. És emlékeztem, pontosan emlékszem azokra a gyötrő gondolatokra, amelyek ilyenkor egy ilyen kis fiatal emberben van. És elkezdtünk vele foglalkozni, szépen kinyitottuk, és kiderült, hogy egy nagyon értékes ember, hát most pillanatnyilag szinkronsztár. Kinyitott az a televíziót, csak az ő hangját hallod. De van egy másik fiatal gyerek, aki most bejutott a Barátok közt című sorozatba, kapott egy éves szerződést. Úgyhogy mondom, eljutnak a művészetek határmesdjére, és nem kötelező arra rálépni, nem kötelező átlépni azt a kis palánkot, de mégis gazdagodik. Gazdagodik, és kap egy irányt az életben. Ezekkel foglalkozom most többek között, és ez is beteljesíti az életemet, amellett mondom, hogy hát több családos vagyok, bár hát a lányaimat már férhez adtam. Ugye ott már unoka is van, de még van egy fiatal ember, egy 17 éves fiam, akit hát nevelgetek, és úgy érzem, hogy jó irányba terelgetem. Nagyon szépen köszönöm Harsányi Gábornak, hogy megtisztelt azzal, hogy bejött a Rádió stúdiójába, és ezt a elmúlt másfél órát együtt tölthettük, és nagyon sok sikert kívánok mindenhez, amihez még hozzányúl, akár legyen írás, tanítás, vagy a színjátszás. Én is köszönöm a meghívást.